A Videoton FC remekül menetel az Európa Liga csoportkörében. A féltávnál a Vidin a második helyen áll, megszerzett pontjainak köszönhetően jelen pillanatban esélyes a továbbjutásra. A fehérvári csapat a következő mérkőzését a svájci FC Basel otthonában játsza majd. A Helvét túra meglehetősen nagy költségekkel jár. Juhász László önkormányzati képviselő javaslata ezen próbál enyhíteni és segíteni a szurkolóknak, hogy féláron nézhessék meg a találkozót. Sokan nem tehetik meg, hiszen nagyon drága ez a külföldi túra mindenképpen, viszont az életérzés az, hogy nem akarod kihagyni, azt ismerem milyen. És azért gondoltam, hogy próbáljam meg segíteni. Azokat a képviselőtársaimat kerestem meg, közte polgármester urat, illetve Vize Attila és Kovács Zsolt képviselőtársaimat, akiket az elmúlt években az összes Videoton mérkőzésen láttam, hogy próbáljunk meg segíteni valahogy. A november 8-ai mérkőzéshez kapcsolódóan Juhász László, dr. Kovács Zsolt és Vize Attila önkormányzati képviselők, valamint dr. Cserpalkovics András polgármester saját képviselői keretéből 450 000 forintot ajánlott fel. Ennek köszönhetően 200 szurkoló az eredeti 5800 forint helyett 2900 forintért válthatja meg belépőjét a találkozóra. A fehérvári szurkolók ezt meg is érdemlik, hiszen hétről hétre biztatják a fehérvári csapatokat, azon belül a Videotont, és biztos vagyok benne, hogy egyetlen az csoportkörbe jutás is nagyban köszönhető annak a hangulatnak, ami mondjuk a törökök ellen a stadionban volt, és abban is biztos vagyok, hogy a Sporting és a Basel elleni hazai mérkőzéseken is az eredménybe közrejátszott a nagy szurkolás. Az akcióhoz a Videoton FC is kapcsolódott. A klub saját buszokat indít majd a mérkőzésre, melyre 20 000 forintért válthatják meg a jegyeket a szurkolók. Kitaláltunk egy olyan árat, ami azt gondolom, hogy minden szurkoló számára kedvező, 20 000 forintért oda és vissza kiszállítjuk a szurkolókat, jó minőségű nemzetközi színvonalú buszokon, és ebben a 20 000 forintban még egyszer mondom, az odaút is benne van. Nagyjából azt lehet számolni, hogy csütörtökön érkeznek meg dél 1 óra körül a szurkolók, tehát még egy kis bázeli városnézésre is lesz idejük, majd a mérkőzés után közvetlenül indulnak vissza Székesfehérvárra. A 200 darab kedvezményes belépőt, valamint a buszra szóló jegyeket a mai naptól vásárolhatják meg a fehérvári szurkolók a piasztéri Vidishopban. Fontos információ, hogy a jegyértékesítés november 5-ig tart Székesfehérváron, ezt követően már csak Bázelben lehet majd jegyet váltani, itt azonban nem lesznek érvényesek a kedvezmények.